Üdvözlök mindenkit, Rózsa Gábor vagyok. Én a karrierem első 20 évét ICT rendszerintegrációval töltöttem. Kicsit az Ericssonban, aztán NetVisorba, kifejezetten üzemeltetés támogató rendszerek fejlesztésével, tervezésével, bevezetésével foglalkoztam. Aztán 20 év elteltével úgy gondoltam, hogy már elegendő tapasztalat összegyűlt, és még elegendő erőm van ahhoz, hogy megpróbálkozom egy saját cég felépítésével. Így 2017 végén létrehoztam a Origos Solutions céget, és a témának a Cloud Native szakterületet választottam. Most ott tartunk, hogy 7 szakértővel dolgozunk közösen, vegyesen vannak hazai és nemzetközi projektjeink, és ugye mi vagyunk a 4 CNCF tagszervezet egyik, ezért is vagyok itt ezen az előadássorozaton. A cég KCSP, tehát egy minősített Kubernetes szolgáltató, és arra fogom keresni a választ az előadásomban, hogy mennyit ér egy KCSP minősítés. Nagyon röviden a CNCF alapítványról, tényleg csak címszavakban. Ugye azért hozták létre ezt az alapítványt 2015-ben a Linux Foundation tagszervezeteként, hogy a Google-nek legyen hova adományozni a Kubernetes rendszert. Elég komoly cégek láthatóak az alapító tagok között. Azóta a tagok létszáma elérte a 450-et. Az összes nagy komoly cég a CNCF alapítvány tagjai között megtalálható, és számos kisebb cég, mint például mi is tagok vagyunk. Az alapítványnak a feladata, hogy a Cloud Native alkalmazásokhoz biztosítson egy megfelelő ökoszisztémát. Nagyon fontos az alapítvány szempontjából, hogy projektek vannak benne. Ezek a projektek különböző érettségi fázisokon mennek keresztül, míg végül eljutnak a graduated szintre. Értelemszerűen a Kubernetes volt az első ilyen projekt, ami elért ezt a szintet. Ez még 2018 elején megtörtént, és utána másodiként a Prometheus, és így sorba jött a látható a szlájdon sok ismerős projektnek a neve. Az alapítvány foglalkozik tréningeket biztosít az érdeklődők számára, vannak ilyen kezd csináló ingyenes alapozó tréningek, illetve a különböző certifikációk letételére felkészítő tréningek is vannak. Vannak olyan tréningek, amik már ilyen specializáltabb témával foglalkoznak, mint például monitorozás vagy log management. Én valószínűsítem, hogy idővel ezekben a témákban is lesznek minősítések, és akkor ezek is felkészítő tréningek lesznek, illetve ilyen jövőben mutató, szintén ingyenes tréningek, mint például a serverless technológiák. Nagyon fontos, hogy konferenciák vannak, ezek nagyon nagy létszámú konferenciák. A fő konferencia az észak-amerikai konferencia, ez általában ősz végén, tél elején szokott lenni, ez a régen KubeCon volt, csak a neve aztán kiegészítették Cloud Native Con-nal, de például az egyéb projektekhez kapcsolódóan is vannak konferenciák, ilyen a nyaranta, vagy újabban már ősszel megrendezésre kerülő PromCon. Sajnos most a vírus helyzet miatt az idei konferenciák virtuálisak voltak, de remélem ez hamarosan megváltozik, most úgy van meghirdetve a következő kettő, hogy az európai az még virtuális lesz tavasszal, de októberre már ki van tűzve a Los Angelesbe a nagy Cloud Native konferencia. És akkor ami az előadáshoz leginkább kapcsolódik, az a minősítések. Ugye vannak rendszer szintű minősítések. Én is meglepődtem, hogy az a 70-es szám az azt jelenti, hogy jelenleg 70 minősített Kubernetes disztribúció létezik. Hogyha belegondolunk, hogy ebből egy az OpenShift, amit talán sokan ismernek, akkor látszik, hogy ez egy milyen komoly szám ez a 70. Ugyanígy 40 fölötti hostolt menedzselt Kubernetes szolgáltatás létezik, szintén minősítve. Ezek közül a legismertebbek ugye az Amazonnak, az Azure-nek és a Google-nek a menedzselt Kubernetes szolgáltatásai, az LKS, AKS meg a GKE, illetve vannak különböző telepítők is, amik minősítve vannak a CNCF által, és ugye emellett vannak személyi szintű minősítések, és vannak cég szintű minősítések.
Személy szintű minősítések közül a legalapvetőbb az a CKA, ezt szinte mindenki ismeri. Ez volt az első vizsga, amit le lehetett a CNCF-től tenni. Ez a minősített Kubernetes adminisztrátor, ez egy beülős vizsga, pénzbe kerül, nehéz vizsga, viszont gondolkodtam rajta, hogy hány CKA minősítés ember szaladgált a Földön. Én, amit találtam, lehet, hogy nem volt alapos a keresés, de amit találtam, az egy tavaly májusi adat, hogy 9000 próbálkozásból 1700 sikeres vizsgaletételt volt CK ügyben, és frissebb adatot nem találtam. Ugye nálunk sokan járnak ezekre a vizsgákra. A legelsőt azt még 2018. februárjában tettük le, akkor 300 körüli volt a sorszáma az oklevélnek. A legújabb oklevél az idén nyár elejei, az már 8800-as. Ezért én azt feltételezem, hogy egy ilyen bő 10 000 CKA minősítés már ki lett osztva a Földön, illetve a másik érdekesség, ugye, hogy 3 évig érvényes egy ilyen vizsga, és akkor a legelső vizsgák azok mostanában lejárnak, a miénk is most fog lejárni jövő év elején. A következő az a Application Developer minősítés. Ez tulajdonképpen ez egy ilyen leegyszerűsített CKA, annyi, hogy ki van véve a témák közül a Linux, illetve a Kubernetes Cluster adminisztráció, ugye ez nagyban megkönnyíti, vagy leszűkíti a témát, cserébe egy kicsit mélyebben megy vele a különböző objektumokban, Service Account, Network Policy, ezek már előfordultak a CKAD vizsgába, szintén nagy számba teszik le, milyen volt 18-ban 70-es például, és most meg 4000 valahány százas volt nyár elején az oklevélszám. És van egy teljesen új vizsga, még nem próbáltuk, de tervezzük, ez pedig egy ilyen security specializáció. Itt annyiba különbözik az eddigiektől, hogy itt feltétele a vizsgának, hogy legyen már az illetőnek egy érvényes CKA minősítése, tehát ez egy ilyen addon jellegű vizsga. Vannak a szervezeti vagy cégszintű minősítések. Itt az első ugye ez a training partner. Lehetősége van erre bármilyen cégnek, hogy kidolgozzon egy Kubernetes tematikát, oktatási anyagot, ütemterre, stb. Ezt minősítesse, és utána tudja oktatni ezeket a tárgyakat. Világszinten 49 ilyen minősített training partner van, ebből egy magyar. Egyébként ez a Component Soft, ez a magyar cégpartner, oktatási partner, ők a negyedik CNCF magyarországi tagvállalat. És akkor elérkeztünk a témához, a minősített Kubernetes szolgáltatóhoz. Ugye ezt cég tudja megszerezni ezt a minősítést, és itt arról van szó, hogy kell, hogy legyen 3 minősített alkalmazott, CKA minősített alkalmazott, valami üzleti terv, és tulajdonképpen ez egy, most már néhány éve így van, az elején nem volt, így CNCF tagnak is kell lenni. Mire jó egy CKA vizsga? Nagyon röviden, akár a munkaerőpiacon, akár a cégek felé, hogyha mondjuk meg szeretne valaki egy beszerzésnél bizonyosodni, hogy megfelelő szakemberekkel bír az adott jelentkező, akkor ez egy jó követelmény lehet. Tehát álláshirdetésnél, tendernél ez egy nagyon jó megkötés lehet, hogy mindenki tudja, miről van szó, hogy ha előírnak egy ilyen minősítést, akkor mindkét fél biztos lehet bele, hogy tudja, hogy miről beszél a másik. Arra is alkalmas lehet egy ilyen vizsga, hogy valaki átgondolja azt, hogy tényleg szeretne ezzel a területtel foglalkozni, mert ugye először mindig ilyen nagyon trendinek tűnik ez a cloud native világ, nagyon sokat beszélnek róla, stb. És akkor én már több emberrel is találkoztam, aki amikor meglátta a tanfolyamot, vagy neki futott a vizsgának, akkor jött rá igazából, hogy nem feltétlenül ez az ő világa, ilyen van, nincs ezzel semmi probléma. Illetve ahogy korábban is említettem, ez egy lépcsőfok lehet a cégszintű, illetve a security specializáció, az a CKA vizsga. És akkor még ide tettem a CKAD meg a security, most nemrég megszületett a security minősítésnek is a logója. Ugye az egyik az egy leegyszerűsített, ha szabad így mondani, CKA, a másik az pedig egy bővített CKA.
CK minősítés megszerzése, valami tanfolyamat érdemes az elején elvégezni, sokféle tanfolyam van, vannak a CNCF-nek tanfolyama, vannak minősített tanfolyamok, vannak egyéb tanfolyamok, a lényeg az az, hogy a tudást meg kell szerezni, és itt jön a legfontosabb gondolat a slide-ról, hogy nem működik ennél a vizsgánál az, hogy elmegyünk egy tanfolyamra, aztán levizsgázunk. Itt igenis szükség van gyakorlatra. Erre nagyon jó lehetőség az, hogy építünk magunknak egy klasztert. Erre van a GitHub-on egy nagyon jó projekt, föl lehet használni az ingyenes Google kreditet, ehhez egy 3+3 nódos klasztert meg tudunk magunknak építeni. Garantáltan a végére érteni fogjuk, hogy hogyan épül fel egy Kubernetes klaszter, és utána pedig van egy saját klaszterünk, amin tudunk tovább gyakorolni. Gyakorlás nagyon fontos, óriási időnyomás van a vizsgán, tehát hogy valószínűleg aki elmegy egy vizsgára, ért hozzá, de nagyon jól kell tudni szövegszerkesztőt kezelni benne, ugye egy ilyen command line-os terminálos rendszerben megy a vizsga, ismerni kell a dokumentációt, egyetlen egy fülön, browser fülön lehet használni a Kubernetes hivatalos dokumentációját, nincs idő arra, hogy keresgéljünk benne, ha nem tudjuk, hogy mit keresünk, akkor kifutunk az időből. És a másik nagyon fontos, hogy mivel nagyon-nagyon sokan vizsgáztak már itt ebből a témából, tele van a net ilyen tapasztalatokkal, beszámolókkal, 10 legjobb tipp, hogy hogyan tedd le a vizsgát, stb. Tehát érdemes keresgélni, nagy átfedés van ezek között a leírások között, de össze lehet mazsolázni belőle, hogy mire érdemes figyelni. Vizsgára vouchert kell venni, a voucher két vizsga alkalomra jogosít fel, be kell ütemezni a vizsgát, ezt még hogyha megérdünk az utolsó pillanatban még le lehet mondani, át lehet ütemezni, és hogyha egyszer a vizsgára bejelentkeztünk, és már nem tudjuk lemondani, hogy részt kell ezen a vizsgán venni. Ez egy ilyen egyedül egy szobába, körbeforgatva a kamerát, meggyőződnek róla, hogy egyedül vagy, megnézik, hogy nem fut semmi más a gépen, és akkor tulajdonképpen egy browserbe két füllel, egy ilyen vizsga rendszerrel, meg egy Kubernetes dokumentációval gyorsan meg kell csinálni. Vannak trükkök, copy-paste-ezni nem nagyon engedik nagyobb tartalmat a doksiból, de egy nagyon egyszerű tipp például, hogyha hármas feladatba kell egy manifestet létrehozni, a hatosba meg van egy manifest, és példányosítani kell, akkor egyszerűen előrelépünk a hatos feladathoz, oda másoljuk a kész YAML-fájlt, és akkor átírjuk benne ezt a három részt, amit át kell írni, és kész a hármas feladat. Tehát ilyen trükköket lehet csinálni. Van egy nagy klaszter, amiben a feladatoknak a 80-90%-a van, meg van még néhány speciális klaszter, amiben troubleshooting feladatokat kell megcsinálni, és akkor ezek között kell lépkedni, meg feladatokat megcsinálni. És a pótvizsga, ez előfordul, tehát hogy mondtam a számokat, hogy milyen arányban sikeresek a vizsgák, ezzel nyugodtan lehet kalkulálni, adott esetben az első alkalmat föl lehet úgy is fogni, hogy része a felkészülésnek. Mert tényleg, amikor valaki élesben megtapasztalja azt az időnyomást, akkor ott át lehet értékelni dolgokat. Mennyit ér egy KCSP minősítés? Hát ugye említettem a CNCF tagságot, ezt 2018-ban vezették be, hogy előírás. Tehát, hogy tagnak kell lenni ahhoz, hogy minősített szolgáltatók legyünk. Ez nem csak annyi, hogy tagok vagyunk, hanem ez még a legalsó tírbe is, tehát egy ilyen, azt hiszem 50 főnél van az ugrás, tehát egy ilyen 50 fő alatti cégnél is ez jelent $2000, és aztán utána még, hogyha CNCF tag akarsz lenni, akkor persze a Linux Foundation tagnak is kell lenned, ami még $5000, tehát ez egy $7000-os beugró rögtön az elején évente, hogy te tag legyél, és viszont akkor már jönnek egyéb lehetőségek, például ez egy nagyon jó lehetőség, hogy a CNCF taguknak, főleg, hogyha fiatal cégről van szó, akkor nagyon kedvező lehetőség van megjelenni ezeken a nagy konferenciákon, standot kap az ember, tehát kis túlzással azt tudom mondani, hogy jár egy ilyen standhoz 5 belépő, majd, hogy nem az 5 belépő áráért megkapja az ember a megjelenési lehetőséget, mi ezzel általában éltünk is, tehát megjelentünk ezeken a konferenciákon. A marketing érték az, ami talán a legnagyobb. Egyes riportok szerint a CNCF vagy a KCSP cégek a
a leadjeiknek a 30%-át a CNCF-en keresztül kapják. Ezt mi is tapasztaltuk, hogy ezt marketingeljük, hogy tagok vagyunk, megjelenünk az ottani oldalakon, és kapjuk ez alapján a megkereséseket. Nagyon fontos az, hogyha ennyire fókuszált egy cég, mint mondjuk a miénk, akkor egyértelműsíti a szakmai profilt, tehát nem kell túl sokat beszélni arról, hogy mivel foglalkozunk, mert azzal foglalkozunk, amivel egy KCSP cég foglalkozik, de tipikusan a cloud native területen tanácsadás, rendszerintegráció, támogatás, oktatás, tehát ezek a témák. Nagyon fontos a szakmai orientáció szempontjából ez a tagság, tehát hogyha megvizsgáljuk, hogy mivel foglalkozik a CNCF, milyen projektjei vannak, milyen webinárok vannak, milyen tréningek vannak, milyen szertifikációk vannak, ha elmegyünk a konferenciára, megnézzük az előadásokat, megnézzük a kiállító cégeket, ki mivel foglalkozik, akkor nem csak azt látjuk, hogy most hol tart a szakterület, hanem azt is el tudjuk könnyen képzelni, hogy látjuk, hogy mi várható a következő időszakban. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó iránytű, hogy eligazodjon az ember ebbe a bonyolult világba. És még ami nagyon fontos, hogy számos minősítése van a cégeknek, nekünk is most amellett, hogy KCSP partnerek vagyunk, például mi vagyunk a Red Hat-nek az első és egyetlen, jelenlegi egyetlen premier partnere Magyarországon, de hasonlóan a Microsoftnak, az Amazonnak, a Googlenek is értünk projekteket, csinálunk a menedzselt Kubernetes rendszereivel. Ezek mind-mind szaktudást igényelnek, de ezeknek a közös nevezője ez a Kubernetes. Tehát ha valaki a Kubernetes környéki ökoszisztémát ismeri, részleteiben ismeri, akkor nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan utána bármelyik disztribúciónak, bármelyik menedzselt szolgáltatásnak a részleteit azt átlátja, megérti, és még egy nagyon fontos szempont, hogy ezek a speciálisabb megoldások, disztribúciók, menedzselt szolgáltatások, főleg a nagy publikus szolgáltatóknál, ugye arra törekednek, hogy belokkolják magukhoz, kössék az ügyfeleket. Ez ellen úgy lehet védekezni, hogyha valaki jól ismeri az ökoszisztéma elemeit, ők is erre építkeznek egyébként, de hogyha ismerjük ezeket az elemeket, tudjuk, hogy hogyan lehet őket használni, hogyan lehet kiváltani bizonyos natív szolgáltatásokat ezeknél a nagy publikus szolgáltatóknál, akkor elébe tudunk menni annak, hogy belokkoljuk az ügyfeleinket. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Sok témát érintettem, lehet, hogy egy kicsit gyors volt. A lényeg az, hogy a CNCF-nek van egy nagyon jó weboldala, ott részletesen ezeket az említett témákat egyesével meg lehet nézni, és utána lehet járni, illetve hogyha bárkinek kérdése van az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy egyáltalán a szakterülettel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen állok a rendelkezésére. A szlájdon láthatóak az elérhetőségeim, és köszönöm szépen a figyelmet!